Advent utolsó hétvégéjét csobánolással ünnepelték nagymányokon. A bukovinai székelyek betlehemes játékára, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokásra sokan voltak kíváncsiak a településen. Csobánolás, ez egy népszokás, az egész magyar nyelvterület egyik legteljesebb, legnagyobb időtartamú és legjobban megszerkesztett népszokása. Ugye a betlehemi története, amikor a kis Jézus születik és a pásztorok őt köszöntik, igazából ezeket a karaktereket, ezt a népszokást még Bukovinában hozták magunkkal az őseink, ezt már ott is így adták elő, és nagyon fontos, hogy nagyon kell ügyelni arra, hogy milyen szavakat használunk, milyen mozdulatokat, hol hangsúlyozunk, mindent úgy kell csinálni, ahogy azt csinálták régen, ez már Bukovinában is erre törekedtek, csak mindig úgy, hogy egy kicsit jobb legyen, mint az előző évben. Teljesen autentikus, ezt a bukovinai férfi emberek csinálták, tehát ez nem gyerekek volt szokása. Igazából ez épp ezért a gyakorlás idejére asszonyok nem is voltak ebben, meg lányok, ugye most már itt a magyarországi környezetben már ők is szerepet kapnak, de Bukovinában Máriát egy fiatalabb gyermek, az angyalt pedig egy kisgyerek alakította. A csobánolás nem csak karácsony előtt volt jellemző, a dramatikus játékkal egészen január 7-ig járták a házakat a régi időkben. A történet, hogy megy József és Mária szálláskeresnek Betlehemben, a király őket először nem akarja beengedni, aztán mondja, hogy a városban nem jöhetnek be, de van egy kis istálló, ott megszületik az megváltó, és jönnek a pásztorok, akik köszöntik őket. Egy kis bolondozással, a pásztorok esetlen mozgása, szöges ellentétben van a király feszes, kemény katonás mozdulataival, akit én személyesítettem meg, én vagyok itt a rossz fiú, és utána a pásztorok kis Jézusnak ajándékot adnak, majd tréfásan felszólítják a gazdát, hogy ha már eljöttek az ő házába, akkor egy kis útravalóval lássa el őket, hiszen ezt Bukovinában úgy csinálták, hogy házról házra jártak egészen vízkeresztig. A csobánolást a nagymányok is székelykör tagjai és néhány másik településen élő, szintén székely származású ember adta elő a nagymányoki piac téren advent utolsó hétvégéjén. Mikor megkerestek ezzel a lehetőséggel, én nagyon nagy örömmel elfogadtam, hiszen én ezt a betlehemest már előadtam Kakasdi csoporttal ezelőtt 20 esztendőben, és most újra színpadon kerültem, akkor mint királyszolga, most pedig király szerepben. Midőn Krisztus Jézus roblott istállóban, ez teljesen autentikus és ugyanaz. Ez, hogy még a hangsúlyokra is oda kell figyelni, hogy a király mikor fordul, mikor bokázik, milyen mozdulatokkal, mikor jelenik fel a pászok fel a botot, minden, ez egy szigorú dramaturgiája van ennek. Hozzátette, a több mint 120 éves hagyományt meg kell őrizni, és minél több emberrel meg kell ismertetni. Ez egy olyan dolog, ami egy támpontot az embernek a mindennapokban, hogy tudja, hogy honnan érkezik, honnan érkeztek az ősei, és hova tart, és ebben a szemben éli meg az életet, és ebben a szemben neveli a gyermekeit, akkor ez egy jó útnak tartom.